Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, mai vendégem pedig Róna Jegon, műsorvezető, újságíró, riporter. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. És köszöntöm a nézőket. Nagyon-nagyon sok mindent csináltál már a pályafutásod során. Voltál újságíró, televíziós műsorvezető, rádiós műsorvezető, vezettél rádiót, voltál zenei részlegnek a vezetője is. De talán nem tudják rólad, vagy kevesebben tudják rólad, hogy nagyon-nagyon kötődsz a sportokhoz. És sportújságíróként kezdted a pályafutásodat, korrektorként kezdted a pályafutásodat. Leginkább igen. Meg voltál a sporttelevíziónál 10 évet, mint kommentátor, meg műsorvezető. A sportnak a szeretete az gyerekkorodból fakad? Hát én sportoltam gyerekkoromban, mint hogy a gyerekeim is sportolnak most gyerekkorukban. Azt gondolom, hogy ez fontos. Meg hát... azért nekem van otthon egy fényképem, ahol anyu ül nagy pocakkal, kicsit behavazva a Hungária úti pályán apuval, mert apu nagy futballrajongó volt és MTK-szurkoló, anyu megment vele, és hát ott voltam alsában, tehát hogy gyakorlatilag ezt én így kaptam. Na, akkor édesapád gondolom utána már téged is vitt mérkőzésekre. Hát, de annyira, hogy nekem vannak ilyen emlékeim, hogy mit tudom én, Salgótarján MTK, az SBTC akkor NB1-es csapat volt, és mentünk Salgótarjánba meccset nézni, Tatabányára. Tehát lehet, hogy nem csak a bányászvárosokba mentünk, csak most ez idéződik fel. Szóval nekem vannak ilyen nagyon konkrét emlékeim, nagyon, nagyon kiskoromból, hát mert a szenzáció volt, tehát utaztunk, hát az jó volt. Hány évesen volt először mérkőzésre? Nagyjából itt tippre? Hát szerintem ilyen 2-3 éves koromban. Asztal. De nem tudom, hogy hány évesen vitted mondjuk te először el a fiaidat, hogy hány évesek volt, amikor részt vettek mérkőzésen? Igen. Ilyen 2-3 évesek. Ugyanúgy? Hát 2-3 évesen? Még a lányom is. 2 éves korában ült a lelátón és kiabálta, hogy hajrá MTK-m! Mintha az övé lenne, és akkor az egész lelátó hát, az hangosan szürkol, röhögött. Akkor azért, na, vagy a gyerekek nagyon sokszor, hogy az annak szurkolnak, akiknek az édesapa. Persze, bár... vagy a riválisnak. Bár ugye, vagy a riválisnak, vagy a sikeresnek. Tehát az én gyerekkoromban biztos lázadó voltam, tudom én. De nem, egyébként annyira nem, apuval szemben annyira nem, de ebben igen. Tehát nekem akkor volt, amikor én kicsi voltam, a Bene féle Újpest. Mm-hmm. És hát az nekem nagyon tetszett, hogy rúgjossák 6-8 gólokat a meccseken, tehát Komló 8-0, meg ilyenek. És hát persze tetszett az Újpest, úgyhogy én egy ideig még Újpest szurkoló is voltam pici koromban. Arra emlékszem, mert azon apu ki volt akadva. De ez micsoda dolog. És milyen volt az akkori atmoszféra, és milyen a mostani? Mert azért nagyon nagy a különbség az akkori magyar labdarúgás és a mostani magyar labdarúgás között. Hatalmas különbség vannak. Az atmoszféra vagy a lelátó? Mind a kettő. Nyilván magának a mérkőzésnek az atmoszférája, meg a minősége is, nyilván az is egy kérdés, meg maga milyen a lelátó, mennyire családbarát? Most megint az, én azt gondolom, és egy csomó új stadionban, ezeknek az új stadionoknak különben az egyik nagy erénye és erőssége, hogy meg lehet oldani, hogy legyenek családi szektorok. Az régen reménytelen volt. Amikor én kicsi gyerek voltam, akkor az egy nagyon csúnya bekiabálás volt, hogy 3 hülye, ugye a játékvezetőre. A szemüveget a bírónak az még volt. Tehát én még hallottam ezt idősebb emberektől, hogy nagyon keményen megmondta a szemüveget a bírónak, és akkor hát így, ahogy te reagáltál, így reagáltam én is. Hát ez micsoda. Aztán megjött a másik vége, hogy indul a vonat Auschwitzba. Ez a 90-es évek. Az már kemény. Amikor embertelenül eldurvult minden, de valami egészen végletesen eldurvult minden. Tehát, hogy az ember azt gondolom, hogy akkor nekem még nem voltak gyerekeim, de el tudom képzelni, hogy a gyerekeit nem szívesen vitte meccsre, mert hogy ezt köszönjük, ezt nem kérjük. És szerintem most lehet menni. Tehát MTK szurkolóként ugye minket a zsidózás szokott erősen érinteni, a Újpest szurkolókat egészen más, hát ugye ismerjük ezeket a rigmusokat, szóval minden csapat hurcolja a saját terheit. Mi ezt a zsidózást, és azt kell, hogy mondjam, hogy minél kisebb a csapat, amelyik ellenfélként jön, például kupameccseken, a magyar kupameccseken ezt meg szoktuk kapni most is. De NB1-ben nagyon ritkán, és amikor megkapjuk, akkor sem abban a formában, hogy ez mondjuk a honvéd szurkolók megtették ezen az indul a vonat Auschwitzba transzparenssel.
Igen, én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött ezen a téren abszolút, a magyar labdarúgás. Abszolút. Egy 10 évvel ezelőtt, amikor kint voltam mérkőzésen, akár magyar válogatott mérkőzésen, és amikor a nagymama egészen cifrákat mond mögöttem, és úgy hátrafordulok, hogy most már ezt, van egy határ, akkor elgondolkodok, hogy ha lenne fiam, elvinném-e. De most már azért akár mindegy Fradi nemzetközi mérkőzésen, akár egy magyar bajnoki mérkőzésen, kifejezetten a magyar válogatott mérkőzéseken van egy olyan atmoszféra, egy olyan családi atmoszféra, vagy azok a szektorok megvannak, ahol nyugodtan elvinni a gyereket. Ezért nem értem azt, ami időnként történik. Tehát most itt van megint a Fradi esete. Ugye a Fradi szurkolói a Fradi meccseken már tudnak viselkedni, tudják, hogy mennyit ártanak a csapatuknak, tudják, hogy mi lesz a következménye, hogyha nem. Aztán kimennek a válogatott meccsre, ugye a válogatott kemény mag az nagyjából azonosítható a Ferencváros kemény mag nagy részével. És most nem tudnak elmenni Hollandiába a válogatott meccset nézni, mert ki vannak tiltva a stadionból az előző viselkedésük miatt. Ennek mi értelme? Ártanak a magyar focinak, ártanak a válogatottnak, és valójában ártanak saját maguknak. És ez miért jó? Igen. Hát lehet, hogy ott jó kérdés, hogy a Fradinál már megvannak a kialakult hierarchiák. Tehát meg kéne ezt tanulni, igen, hogy ez igen, nem igen. megy. Ezt, meg ezt már nem viselik el. Igen, de ott van az angolok elleni történet, amikor poharakat dobáltak a magyar szurkolók. Ott is egyébként olyan, előjött egy olyan dolog, ami azért már jó ideje nem történt meg. Hát én emlékszem arra, amikor Figót dobálták meg a Malacfejjel. Igen. Tehát, hogy van ennek egy tradíciója, de ez egyre inkább, hála Istennek, háttérbe szorul. Ha elmész egy külföldi meccs, elmész Barcelonába egy meccsre. Ott van 50-60-80 ezer ember, és most csak 50 ezerre a Montjuïba csak egy ilyen férnek. De ott a legnagyobb békében jönnek-mennek. Tehát igen, ott is ott a kemény mag, repkednek a petárdák a meccs előtt kint, mert a stadionba tilos bevinni, tehát ott dobálják, és akkor a szurkolók körülállják, és akik meg kívül van, az videóz, és aztán mindenki békésen bevonul a stadionba, és szurkol. És semmi más nem történik. Ezt kéne megtanulni, mert szerintem ez iszonyú fontos. Ez támogatja a csapatot. Ezzel tud segíteni a csapatnak, a balhéval nem. Igen, meg nagyon érdekes, hogy mondjuk keletre megyünk, akkor ott nagyon más meg itt a kultúra. Hogyha megnézzünk egy szerb mérkőzést, megnézzünk egy török mérkőzést, mennyi görög tűz van, vagy akár Dél-Amerikában milyen atmoszféres hangulat tud lenni, bár nem mindig van ott balhé, hogy nagyon más a szurkolói kultúra, nagyon más mondjuk a nyugathoz képest, vagy a Premier League-hez képest, vagy egy NBA, egy NFL-t mondok, ahol hotdogot esznek, meg popcorn esznek, és teljesen más egy török bajnoki, de nem mindig van mondjuk az se rasszizmus, meg balhé. Hát egyrészt, másrészt igen, ahogy mondod, nagyon más kultúra. Tehát én közvetítettem olyan kosárlabda meccset Szerbiában, nem Boszniában. Boszniában, ahol vágni lehetett a füstöt a csarnokban, és azt gondoltam, hogy ezt a játékosok nem fogják túlélni, tehát ebben a füstben nem lehet szaladgálni. Mi most is vannak itt. És hát ugye ma már azért jobbára tiltva van ott is, de a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy így hesegeti az ember a mellette ülő cigarettafüstjét, hogy lássa, hogy most az tripla lesz, vagy nem. Menjél már! És ez egy másik világ. De szépen lassan ők is megtanulják, és azt gondolom, hogy az egy civilizációs minimum, hogy megtanuljuk, hogy mondjuk nem mocskoljuk azért, mert sokan vagyunk a szurkolók egy másik ország hagyományait, szurkolótáborát, akár a saját sérelmeinket, vagy jogosnak gondolt sérelmeinket sem visszük bele a sportba, mert ez nem odavaló. Igen, és szerintem a sport meg a lelátó, ez ennek a területe volt, hogy amilyen sérelmeket érték a nemzeteket, akkor ez a törzsi identitás, ez kijött az emberekbe, és sokszor nagyon máshol nem lehetett megnyilvánulni, nyilván kommenteket lehet írni az interneten, meg akkor szurkolóként lehet öröngeni. Hát meg ugye ez most is így van persze, mert ha belegondolsz, az olimpia az a nemzeti identitás és az identitás képzés, és azon keresztül önmagad megfogalmazásának egy nagyon fontos eszköze most is. Hát most ütköztek az ideológiák ezen az olimpián. Lásd, például az. De például az, hogy mondjuk a miniszterelnökünk megfogalmazza azt, hogy hanyadiknak kell lennünk a nemzetek rangsorában, és bent kell lennünk az első 10-ben. Mert ez valamiért fontos. Nyilván egyfajta nemzeti
önbecsülésért fontos, és nem másért. Tehát, hogy ez megint politika valójában. Igen. A politika nincs messze a sporttól, mert amíg a nemzetek éltek a földön, addig a nemzetek meg tudják határozni magukat a válogatottjaikon, meg a fontos csapataikon keresztül. De mégis azt gondolom, hogy a szurkolóknak nem a politikával, hanem a sporttal kell foglalkozni, mert a sportolót viszont nem érdekli a politika. Tehát lehetett látni, hogy itt az olimpián is mindenféle ideológia összecsapott, mindenféle politikai vetülete volt sok-sok dolognak, ami történt Párizsban, de a sportolókat alig-alig érintette meg. Igen, de nagyon érdekes, hogy Európában nagyon szorosan összefügg a sport és a politika, és a sportot mindig is használták a politikusok, de Amerikában mondjuk jóval kevésbé, akár szintén egy NBA-t és egy NFL-t mondott. Hát ott a gazdaság használja. Igen, ott a gazdaság, nyilván szórakoztatóipar, de hogyha a játékosokat megnézzük, akkor ők meg nagyon szeretik a politikát felhasználni, vagy a társadalmi eseményeket, célokat felhasználni, hogy akár LeBron James tudok mondani, vagy nagyon sok ottani sportolót, aki beleáll a politikai ügyekbe. Nyilván az Európában ez kevésbé jellemző, itt meg a politikusok használják a játékosokat. Hát itt, mint ahogy a művészeket is kifújolják, hogyha valamelyik politikai irányzat mellé odaállnak, és a másiknak ez nem tetszik. Amerikában a világ legtermészetesebb dolga, az egyik a republikánusoknak kampányol, a másik a demokrataknak, most van választási kampány, láttuk. De ha megnézed, ott ugye az történik, hogy nem a szurkolók azok, akik a politikát beviszik a stadionba, hanem James kiáll valami mellett, vagy valaki mellett. Ez neki joga van, mert ő maga egy személyiség. És példát mutat, és amiben ő hisz, azt megmutatja. De nekem szurkolóként nem kell utána mennem. Nekem azután kell mennem, hogy szurkolok neki, mert a pályán, amit csinál, az mindegy, hogy republikánus vagy demokrata gondolkodó, a három pontos ugyanúgy fog beesni. Igen, ketté kell tudni választani, mert nyilván ők most már nem csak sportolók, hanem influencerek, rockstárok, példaképek, és nyilván ezt a nézettséget ők felhasználhatják, vagy lehet, hogy vannak, akik szeretnék, hogy felhasználják ezt a nézettséget. Influencer, igen. Ez ugyanúgy, mint aki a YouTube-on osztja az észt, hát persze. Na de nekem nem feltétlenül kell azonosulnom a gondolatával, nekem azzal a mozdulattal kell, hogy elengedi a labdát. Igen, tudni kell függetlenni. Ez két különböző dolog. Igen, igen. Mi dolgom van vele, hogy ő hogy gondolkozik a világról? Azzal van dolgom, mert azért rajongok érte, hogy hogy játszik. Egyébként, hogyha nem tudom, hogy van-e számodra olyan játékos, aki nagyon-nagyon unszimpatikus, de hogyha az MTK-ba igazolnak, akkor tudnál neki szurkolni, vagy az ő góljainak szurkolni, hogy egyébként meg unszimpatikus? Kiválóan tudni. Tehát, hogyha például az általam emberként, most olyat fogok mondani, amivel nem. Belegadnak? Ronaldo. Én nem szeretem C. Ronaldót. Mert az, amit művel a pályán, nekem nagyon sok szempontból cirkusz. Földhöz vagdossa magát és hasonlók. Ugyanakkor maximálisan becsülöm azt a sportemberi teljesítményt, ami mögötte van, mert hogy irgalmatlan munka, amit ebből beletesz. Mind a mai napig nyilván másképp ez nem menne. Jöjjön. Majd amikor fetreng a földön és csapkodja a földet és hisztériás rohama lesz, akkor ugyanúgy fogok röhögni, mint amikor a Barca ellen csinálta ezt, ami a szívem csücske. De közben meg hát persze ezek sportemberi óriások. Hát zseniális tehetség és fantasztikus munka és hozzáállás. És van egy emberi tulajdonsága, amit nem kedvelek. Igen, de hogyha MTG-be igazolna, akkor azért tudnál örülni, hogyha rúgnál a gólokat. Még most is. Hát még azért most is tudnál rúgni a gólokat. Szerintem ellennénk ebben az NBA-ben egy C. Ronaldóval egy darabig. Bőven. Még pár évig. A gyerekeid mennyire élvezik egyébként az MTK mérkőzéseket, vagy amikor elviszed őket meccsekre, mennyire köti le őket? Vagy már más a fogyasztói kultúra? Most mit kell mondani? Igazat kell mondani, vagy azt, ami jól hangzik? Az a helyzet, hogy az MTK kitalálta, hogy van egy játszóház a stadionban. És amik kicsik voltak, hát most már azért nőnek, igazából az volt a program, hogy bejönnek velem a stadionba, és az ötödik percben kiviszem őket a játszóházba. A szerencsénk van, nem volt gól. Most úgy vagyunk, hogy a nagyfiam Bercit már végignézi, a Dorka inkább végignézi, de sokszor bemegy a Vilivel, a Dorka 10, a Vili 7, és akkor ott el van egy darabig, aztán kijön utána. Tehát ez a jövünk, megyünk, elviseljük. Ez apa hóbortja, szerintem ezt ők azért leginkább így kezelik. A nagyfiam már nem, tehát Berci a kicsi közül a nagy, ő azért már tudja, hogy mi a foci.
De akkor a feleséged támogatja ezt a hóportot. Már a gyerekek abszolút mennek veled, úgyhogy akkor legalább addig te vigyázol rájuk, vagyis a játszók. Nem, néha ő is jön. Igen? Képzeld el, néha ő is jön. Igaz, hogy volt már olyan, hogy a 60. percben megkérdezte, hogy most mi rúgtunk gólt, vagy kaptunk. Ez egy kicsit rosszul esett, de valamivel lekötötte magát. Hát előbb szokott fordulni ilyen. Mondod, hogy gyerekként sportoltál, akkor a labdarúgás volt az a sport, amit gyerekként üztél? Nem, én kézilabdázni akartam, hogyha a labda szóba került, nem focizni. Focizni nagyon szerettem, de az valahogy nem került elő. Én öttusázni próbáltam, csak aztán az elég gyorsan abban maradt, mert aztán zenélni is próbáltam, és el kellett döntenem, hogy zene vagy öttusa. Hát együtt a kettő az nagyon sok. Igen, és aztán a végén egyik sem maradt látott. Tehát se olimpiai bajnok nem lettem, sem Kossuth Díjas muzsikus. Hát sokszor a sportnak, meg a zenének gyerekkorban nem is ez a feladata szerintem. Mert ugye említetted, hogy akár az állam itt Magyarországon azt határozza meg, hogy legyünk benne a legjobb 10 nemzetben az olimpián, pedig szerintem sokkal inkább az kellene, hogy legyen a cél, hogy legyünk benne Európában a 10 legaktívabb nemzetben, hogy egy sportoló nemzet legyünk, ne sport nemzet legyünk, akik aranyakat hoznak, ez is nagyon fontos, meg szerintem egyébként, hogy sportoló nemzet vagyunk, hogy nagyon sokan sportolnak, nagyon sokan egészségesen élnek, nagyon sokan választanak sportágakat fiatalon, gyerekként szeretik, akkor az fog nagyon sok olimpikont is kiadni magából. De szerintem ez fontosabb, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, és nagyon sok értékrendet megtanuljanak ezáltal. Teljesen egyetértek, azt hozzátéve, hogy az az út, hogy ez legyen egy erős versenysportunk, és legyen hozzá egy korszerű infrastruktúránk, az teljesen jó. Mert enélkül ez nem fog menni. Tehát példaképek nélkül a gyereknek nincs ki után mennie. Muszáj, hogy legyen ez példakép. Igaz. Tehát Gulyás Michel, remélem, hogy most hoz sok öttusázni akaró gyereket az uszodákban meg a futópályákra, mert például alig van öttusázó. Tehát a lányom öttusázik, azért tudom, és hát látom, hogy a felnőtt mezőny az néhány emberből áll már csak. Ez így nem fog menni hosszú távon. Tehát Gulyás Michelek abból lesznek, hogy vannak gyerekek százával, akik ezt akarják csinálni. És ehhez kell a példakép. Ugyanakkor meg az is nagyon fontos lenne, hogy nyissuk ki a stadionokat az emberek előtt. Tehát az, hogy a itt áll a Puskás, és 365 napból azon a gyepen nem történik semmi. 320 napon keresztül, ez egészen biztos. Válogatott edz időnként a meccs előtt egyet, meg talán még az sem, mert telkiben el vannak. Meg vannak események, koncert, meg ilyesmi. Miért nem lehet ott játszani? Tehát az a fű elméletileg, ha kibírja a stoplis cipőket egy-egy meccsen, egy komoly meccsen, egy magyar-angolon, akkor nem bírja ki Pistikét és Lacikát, aki azon a fűvön kiskapura focizik hétvégén? Dehogy nem. Miért ne bírná ki? Nincs is stoplia, tilos stoplival bemenni, kész. Hát szóval, hogy nekem ezek hiányoznak, hogy azt az élményt adjuk meg a gyereknek, ha felépítettük ezeket a stadionokat. Ott állnak tök üresen 7 számra. Mert két hetente játszik ott a nagy csapat. Miért nem nyitjuk ki a városok előtt? Miért nem mennek a szombathelyi gyerekek abba a szombathelyi stadionba, amivel tudhatóan mindenféle finanszírozási gond van, és már nincs is csapata? Hát vagy időnként gyereknapot szervezni, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy igen. Nem is állandóan, mert tényleg karban kell tartani a füvet, de hogy egy-egy gyereknapot, vagy egy-egy ilyen családi engedjük be, érezze meg azt az atmoszférát, hogy itt vagyok egy nagy stadionban, és ugyanabban a kapuban állok, ahova a kapus beszokott állni, és nekem rúgnak most labdát. Hát most ez mekkora élmény egy gyereknek? Hát az biztos, hogy örök élmény lenne, de szerintem az a probléma fennáll, annál az esetnél is, hogy egyre több pályát építünk, de azt ugye egyesületek használják. És nem nagyon van olyan hely, ahol mondjuk a gyerekek az iskola után, vagy a szervezett edzések után tudnának futballozni. Nem minden családnak van kertje, ahol a tesók vannak hárman, négyen, egymással futballoznak, és általában a legkisebb gyerek a legügyesebb, mert nyilván a nagy tesó nem fogja hagyni magát. Tapasztalat? Hát nem, én a legnagyobb vagyok, bár igen, nem hagytam magamat, de hogy általában egy edzőként tapasztalat, hogy mondjuk edzettem a bátyát meg a még idősebb bátyát, és akkor jön a legkisebb, és hú, hát ez elképesztően ügyes. Mert ellenük játszik. És ellenük játszik, hát igen. Persze. És akkor most van egy kifejezetten ügyes csapatom, és van benne 4-5 játékos, de hát mindegyik a legkisebb, és van 2-3 bátya, úgyhogy otthon is meg kell küzdeni bármelyik labdáért, és más is a mentalitásuk, hanem egyszerűen egész fanatikus. Jobban küzdenek, igen, sokkal igen. Jobban küzdenek, persze. És de hogy nincsenek olyan területek, olyan pályák, ahol
az apuka ki tudná vinni a gyerekeket futballozni. Itt a grund, itt van a pálya, nyilván megvan az egyesületi idő, de hogy legyenek olyan füves pályák, műfüves pályák, ahol tudnak a gyerekek játszani a szülőkkel. Izlandon rengeteg ilyen annyiba pályán kerülnek ezek a pályák, olyan sok pénzbe kerül a felépítése és a fenntartása, hogy mindenki félti. Ráadásul nincsenek rákényszerítve. Tehát, hogyha mondjuk ezek az egyesületek, mindig az állam épít, ha máshogy nem, akkor a TAO-n keresztül igen, az állam igen, épít, olyan szerződéseket kötnének, ami kötelezi őket arra, hogy a 365 napból mondjuk 30 napon keresztül biztosítsák a városnak a stadion használatát, hogy maradjunk ennél a példán, de ott vannak a műfüves pályák, meg a rengeteg edzőpálya, amiket szintén TAO pénzből, igen, tehát igen, a be nem fizetett adóból építenek föl. Tehát, hogyha ilyen szerződéseket kötne mondjuk az MLS a pálya programjában, akkor nyilván egész más lenne a helyzet, erre nem gondoltak, és valóban megszűntek a grundok, nincsenek ketrecek, nincs hol focizni, ez így van. Mondtad, hogy édesapád nagyon-nagyon szerette a labdarúgást, presszionálta azt, hogy kipróbáld a futballt, hogyha már így érdekelt a sport, vagy akkor hagyta, hogy zené és sportolj, amit szeretnél, vagy akár próbált a színészet felé terelgetni. Azt presszionálta, hogy tanuljak meg úszni, ebből lett aztán minden más. Tehát megtanultam úszni a Tüzér utcában, a Honvéd buszodájában, és akkor abból jött aztán az, hogy úszás, futás, és akkor nézzük meg ezt az öttusát. Én nyúztam, hogy én el akarok menni kézilabdázni, mondta, hogy jó, és aztán ennyibe maradtunk. Azt presszionálta, hogy zongorázzak. Valószínűleg azért, mert ő nagyon szerette volna, hogy én tudjak zongorázni, mert ő nem tudott. És tudom, hogy az neki jó volt, hogy én otthon gyakorolok, és ő azt hallgatja. Nem tudom, mi lehetett abban jó, mert hát ugye a gyerek az mindig mellé üt. De amikor 6 évig zongoráztam, és hát ezek nem hosszú ujjak, tehát egy rendes lisztdarabot ezzel a kézzel lejátszani, az nem egyszerű, akkor azért beismerte, hogy jó, valószínűleg nem leszek egy újabb Kocsi Zoltán vagy Ránki. És akkor elengedte ezt a dolgot. Aztán ebből lett aztán persze az, hogy jött a rockzenekar, és hát a középiskolában muszáj zenélni. Jól, jól. Tehát ezeket ő szerette, engedte. Azt mondta, hogy mindegy, mit csinálsz, csak csinálj valamit. Akkor nem volt olyan típus, aki féltett dolgoktól, vagy meg akarta szabni az irányt, hanem hagyta, hogy folyjon ki belőled a tehetség, meg az érdeklődés. Azt kérte, hogy ne legyek színész és újságíró. Hát most... Hát megpróbáltam mind a kettőt, nem? Na hát szóval a színészetet nem. Nem gondolkodtál benne soha? Dehogy nem, de aztán nem. Nem. Az ember jó, ha tudja, hogy mi az, ami igazán igen, és mi az, ami biztosan nem. És szerintem ez így jó, ahogy van. Gyerekként volt álmod? Sportoló legyél, újságíró legyél, színész legyél. Volt olyan, amire álmodoztál, hogy na, felnőtt leszek, akkor ez leszek. A Dráva utca és a Dandár utca között közlekedő 33-as busz vezetője szerettem volna lenni. Ez így van. És drága jó keresztanyámnak leföl kellett buszoznia velem vasárnaponként. Ez volt az ő keresztanyai programja. Álltam a buszvezető mellett, és csodálattal néztem, hogy sebességet vált, és hogy nyomkodja a gombokat, hogy nyíljanak az ajtók. Hány éves voltál? Szerintem 4-5. De erre teljesen tisztán emlékszem. Komolyabban én újságíró akartam lenni. Tehát amikor már meg kell fogalmazni igazán azt, hogy mi akarsz lenni, akkor én sportújságíró. Valahogy ez így beakadt. Lehet, hogy attól akadt be, mert ugye sport, és apu írt a Népsportnak, az akkori nemzeti sportnak, azt Népsportnak hívták. Akkor is népben, nemzetben gondolkozott a politika. És a Népsportban én így aztán bejártam bele időnként. Tehát akkor az egy más világban nem elküldted a kéziratot, hanem bevitted a szerkesztőségbe. És ebből a szempontból jobb világ volt egyébként, mert sokkal több személyes kapcsolat volt. Most ez most mindenki otthon dolgozik, home office-ban, meg mindenki újságíró. Nem is találkozott gyakorlat. Hát és mindenki újságíró, de az egy másik dolog. És ettől aztán én ismertem a sportújságírókat, és hát mentünk sporteseményekre, apu is tudósított időnként meccsekről, ilyen hobbi szinten, de volt neki is újságíró igazolvány a Népsporttól, és akkor be tudtunk menni mindenféle eseményre, és az baromira tetszett nekem nyilván. Úgyhogy igen, én azt tudtam, hogy újságíró akarok lenni. És akkor ez egy tudatos építkezés volt? Mikor oda kerültél a Népsporthoz, mikor rektor, nagyon fiatalon? Az teljesen tudatos volt. Hogyan jött a lehetőség? Az úgy jött, hogy kaptam egy baromi nagy pofont, mert hogy elmentem az ELTÉ-re magyar történelem szakra felvételizni, mert hogy nekem ez a két tantárgy volt igazából az, ami
mindig is, és szerintem nem én írtam a legjobb írásbelit, de nem volt esélytelen, hogy egy jó szóvelivel felvegyenek, akkor ez ugye még így működött. És megkérdezte a prof, aki vitte a szót a bizottságnál, volt bizottság, hát nem úgy volt az, hogy bementél csak úgy egy emberhez, hogy hát és mi akarok lenni? És mondtam, hogy újságíró, hát most mit linkeskedjek én itt, hogy tanár. Hát. De ő mondta, hogy itt mi tanárokat képezünk, újságírókra nincs szükségünk, köszönjük. És mentem kifelé, és az asztal végén ült egy srác, mint ő volt a kiszes, ugye kiszes megfigyelő a felvételinél. És annyit mondott, hogy ezt nem kellett volna. És utána jöttem rá, akkor mentem kifelé, mert kicsit stresszes állapotban van, tehát az nem úgy megy, hogy... Hát igen, de meg és utána jöttem rá, hogy ó, édes Istenem, de hülye vagy. Na, és akkor nem vettek fel helyhiány miatt. És mert, hogy nem vettek fel helyhiány miatt, így aztán gondolkoztam, hogy mi a csodát csinálják, hát mit akarok én csinálni, újságíró akarok lenni. Hol akarok újságíró lenni? A Népsportnál, sportújságíró akarok lenni. Úgyhogy beballagtam a főszerkesztőhöz, Szabó Béla volt a főszerkesztő, és mondtam, hogy nem vettek fel, de jövőre újra fogok felvételizni, de olyan jó lenne itt dolgozni, hogy semmi akadálya nincsen, mit akarsz csinálni? Mondom, újságíró akarok lenni. Mondtam, remek, helyes írásod, mondtam, kitűnő. Korrektori szoba, folyosó végén balra, ott ülnek bent elég szomorú arcú emberek, te is az leszel nem sokára. És akkor én bementem. Szomorú arcú lettél? Hát nem, én ezt szerettem, ez fura. Én szerettem, mert újságíráshoz közeli dolog volt. Ugye mások megírják a cikket, meg az akkor úgy ment, hogy leküldték a nyomdába, és a nyomda az úgynevezett kefele vonatot, felküldte. Az az első tördelt változat, tele tördelési hibával, helyesírási hibával, és mindenféle névhibával, és minden egyébben. Én annyit a nemzetközi sportról, meg a magyarról soha nem tudtam, mint az alatt a fél év alatt, mert jöttek szembe állandóan a nevek. És azokat meg kellett nézni minden egyes esetben, hogy az jól van-e írva, ha nem tudtad kapásból, ha ránéztél. Hogyan tudtad akkor ellenőrizni? Hát a korábbi lapokból például, tehát abból indultam ki, hogy a Schurbeck nevét egyszer jól írták le, és akkor nyilván őt Schurbecknek hívják, és nem Schubergnek. És akkor, ha kétszer Schurbeck volt, akkor harmadszor most is az lesz. Volt olyan név, amit állandóan rosszul írtak? Ismert az ember. Voltak olyan, nem, voltak olyan típushibák, amik mindig visszajöttek, de az ember azt már pontosan tudta. Meg hát ugye érdekes volt, hogy te figyeled meg, hogy rendben van-e a cím. Tehát adott valaki egy címet, nem azzal a címmel ment még le eredetileg, de aztán az olvasó szerkesztő kitalálta, vagy az ügyeletes szerkesztő, hogy más legyen a cím, és akkor azt utána a nyomdász kicserélte lent. Ugye akkor ez még ólombetűs korszak volt, hát a történelem előtt járunk, ne felejtsd el, tehát még tógában jártak az emberek. És akkor az úgy jött vissza, és néha a legnagyobb csacsiság jött vissza, mert összekeveredtek a régi meg az új cím szavai. És hát akkor ott voltál erőt teljében, hogy te most akkor ezt kijavítod. Úgyhogy ez egy jó munka volt, fél évig tartott, közben engedték, hogy elkezdjek irogatni, és fél év után lett egy gyakornoki hely, és akkor én gyakornok lettem. Sikerült könnyen megvetned ott a lábadat? Meg gondolom, végig kellett járni a ranglétrát, hát, és azért az elismerés, azt meg kellett szerezni. Hát volt két fantasztikus olvasószerkesztőnk, a Kővári Józsi bácsi és a Schubert Zoli bácsi, és nekem ők így maradnak bácsik. Szerintem annyi idősek lehettek, mint én most, tehát ilyen hajlottkorú 60-asok. És mind a kettő láncdohányos volt, tehát a szobába úgy lehetett bemenni, hogy az ember előtte vett egy levegőt kint a folyosón. És hát főleg Kővári Józsi bácsi üvöltött is mindehhez. Tehát ha bármi hibát talált, akkor végig süvöltött a folyosón a hangja. Ezt most nem fogom itt illusztrálni, de valami Egon! De hát, és akkor az ember így ment, úristen, mit csináltam? Elírtam valamit. De hát ez úgy kezdődött ez a történet, hogy az ember odavitte az első cikkét, hogy akkor ez most kész van itt a kézirat Józsi bácsi. Így, mert most mi lesz ebből? És akkor azt mondta, jó, ez nagyon jó. Oké, akkor... Ezt most újraírod. Feleljen hosszú legyen, és sokkal ötletesebb. És akkor mentem vissza, hogy feleljen hosszú legyen, biztos sokkal ötletebb, mit tudom. És akkor megnézte. Egész jó. Na, ezt nem adjuk le, ez nem fog megjelenni, de elsőre nem volt rossz. Na, így kezdődött. Ezt hogy bírtad?
Ezt én tudtam a kollégáimtól, ugye a labdajáték rovathoz kerültem, ahol ott volt már Beke Csilla, Komlósi Gábor, Elkelemen Gábor, Lukács György, tehát fiatal csapat volt, csupa 20 éves. És hát én voltam a legfiatalabb, de ezek a fiatalok engem már felkészítettek, hogy milyen tortúra vár rám. Tehát, hogy ez a rendszer része, a Harcsa Gabi, a tördelő szerkesztő le fog küldeni a büfébe szalámi zsömléért, és aztán visszaküld, hogy ő párizsist kért, és tényleg így történt. A Jakab Jóska leküld a Nemzetibe egy fröccsért, de hát hogy hozok a Nemzetiből egy fröccsöt, amikor az egy étterem, old meg, barátom. Tehát, hogy ezek rituálék voltak, ezeket az ember tudta, mire odaig elkerült, hogy most akkor ez következik. Az olvasószerkesztők az egy másik világ volt ebből a szempontból, mert nagyon nagy tekintélyük volt, és elképesztő tudásuk. Ugye 30-40 éve dolgoztak a lapnál, tehát ők akkor kezdték ezt, amikor ez még, hát Schubert Zoli bácsi biztosan, amikor ez még nemzeti sport volt, és úgy lett népsport belőle, hogy jöttek a kommunisták. És aztán úgy lett megint nemzeti sport, hogy mentek a kommunisták. Tehát, hogy ő egy olyan tudású ember volt, és maga is sportoló, válogatott atléta. Hogy neki fantasztikus tekintélye volt, mint ahogy a másiknak is. Ezek a tortúrák hozzátettek a pályafutásodhoz, személyiségethez, vagy ezt csak túl kellett élni? Biztos hozzátettek. Ugye, ezek ilyen egyszerű alkalmak, de az, hogy van egy tekintély, amelyiknek aláveted magad, mert nem azért, mert mondják, hanem mert tudod, hogy tud. És érdemes rá figyelni, az szerintem egy fiatal pályakezdőnek iszonyú fontos. Kell valamihez igazodnod. A mostani fiatal pályakezdőknek ez a ranglétre, ez megvan? Mert talán most nagyon más a sajtó, nagyon más a média. Természetesen mindenkinek lehet podcastja, mindenki kommentelhet, mindenki ír a cikket, meg bekerül egy televízióba, ott is más feladatok vannak. De mennyire van az, hogy most gyorsan bedobnak a mély vízbe, vagy megvan az, hogy alázatosan végig kell járni a munkát? Ha szerencséd van, megvan, de nem feltétlenül szükséges. Egy dolog biztos szükséges. Legyen valaki, aki zsinórmérték. Legyen valaki, akinek a szavára oda kell figyelned, és akire hallgatsz. Aki tényleg meg tudja mondani, hogy mi a jó és mi a rossz, szerinte. De ha ő mondja, akkor érdemes elhinni. Szerinted vannak ilyen nagy öregek a szakmában, akik tanítanak, és a fiatalok tudnak tőlük tanulni, mert nyilván felhígul ez a szakma? Szerintem nem nagy öregek kellenek. Én tudok egy pár olyan 40-est mondjuk, aki nagyon tudja ezt a szakmát, és lehet tőle tanulni. Nem nagy öreg. Ez igaz. De az, hogy tudsz, hogy tehetséges vagy, hogy látsz a pályán, az nem feltétlenül csak kor függ. A kor valamennyit segít, mert kapsz által a rutint, tapasztalatot, múltat. De közben meg nem ezen múlik elsősorban, és ilyenek vannak. Tehát, hogyha valaki tanulni akar, akkor van kitől tanulni ma is. Nekem igazából az a bajom, hogy nagyon sokan anélkül is lehetőséghez jutnak, pont azért, mert amit te elmondtál, ez így van, tehát, hogy nyitva a világ. Akiknek a tudások nincsen meg, hanem egy pillanatnyi hullám felkapja őket, és ők nagyon nagyot tudnak koppanni. Tehát a hullám az mindig véget ér. És hogyha nagyon korán elkapott a hullám, akkor nem tudod, hogy annak vége lesz egyszer, mert azt hiszed, hogy az örökké tart. Látok ilyeneket, és ez fáj, mert lehet, hogy tehetséges ember nem tanulta meg az alapokat, és ettől van bajban. A képzéssel van a gond, vagy ez mondjuk inkább egy kicsit a szelepvilág, meg a kattintásvadászat, hogy mondjuk igen, ő hirtelen tud hozni nekünk nézettséget, vagy valami miatt felkapják, és akkor emiatt belekerült tényleg egy ilyen hullámba, és akkor folyamatosan szerepeltetik, aztán mondjuk kiderül, hogy nem volt meg az a mély bázis mögött, amiből tud építkezni, és akkor koppan egyet, és egyébként meg lehet, hogy hosszú távon lehet volna a tehetsége. Ez a mostani celebvilág miatt van? Meg az a folyamatos kattintás, meg a nézettségnek a hajszolása miatt van? Szerintem amiatt van, igen, ez a felszín, tehát ezt látjuk belőle. Amiatt van, mert hogy annyira gyorsan történik minden körülöttünk, annyira felgyorsult, és ez így is marad, tehát ezzel nincs mit csinálni, ebben ki kell ismernünk majd magunkat igazából. Hogy nincs idő arra, hogy te elkezd igazán mélyen tanulni. Tehát ha csinálni akarsz valamit, csináld. Ne beszélj róla, ne tanuld, ne odafigyelj, csináld. Ess neki. És amikor én tanítok, persze én igyekszem elmondani azt, amit el kell mondani, meg megtanítani, amit meg kell tanítani, de közben én is arra sarkalom az enyémet, hogy csináljátok.
Tehát lehet, hogy Hájó Kovács, vagy lehet, hogy lövésed nincsen arról, hogy ezt hogy kéne csinálni, hogy hogy kell a kamera előtt viselkedni, hogy kell odaülni. De majd kialakul, kezd el, legyen valami. Ne csak beszéljünk róla, mert arra nincs idő, mert tudom, hogy nincs ideje. Tehát hiába magyarázom neki, hogy járd végig ezt az 5 évet az iskolában, tanuld meg a kommunikációs szakon, amit meg kell tanulni, gyere el külön tanfolyamokra, mindenféle apróságokat megtanítunk. Erre nem lesz ideje, nem lesz türelme, mert azt látja, hogy a többiek meg mennek el mellette. Úgyhogy vesse bele magát, csak ne felejtsen el közben tanulni. Ilyen voltál egyébként a pályafutásod során, hogy beleugrottál dolgokba? Persze. Persze. És olyan dologba is beleugrottál, amire nem voltál felkészülve, de úgy voltál vele, hogy van tehetségem, és majd megoldom. Úgy voltam vele, hogy ha hisznek bennem, akkor majd megoldom. Akkor a bizalom az fontos volt. Annál nincs fontosabb szerintem. Tehát ugye kapsz egy esélyt az élettől, vagy valakitől konkrétan, hogy csinálj valamit. Az önmagában a bizalom pillanata, amikor azt mondja, hogy tudod mit, kinyitom neked ezt az ajtót, menj be rajta. És ha azon kezdesz el gondolkozni, hogy te erre alkalmas vagy sem, akkor nem vagy alkalmas. És nem azért, mert ismered vagy nem ismered magad, hanem mert meg sem próbálod. Onnantól meg sem. Tehát ha elbizonyítod, van az a klasszikus példa, és ez tényleg így van, hogy a kötéltáncos, ha elkezd lenézni, igen, és nem hiszi el, biztosan le fog esni, tényleg le fog esni. Addig tud menni, amíg előre néz, és tudja, hogy megcsinálja. És ez egy nagyon fura dolog, mert ez mindennel így van. Ez mindennel így van az életben. Amíg a kapcsolatokkal is így van. Tehát amíg elhiszed, hogy oda lehet menni hozzá, és meg lehet szólítani, addig van esélyed arra, hogy valami történjen, és nem szalasztod el a pillanatot. Meg talán ez a családra is igaz, nem? Hogy apaként, férként mellette van rengeteg szakmád, rengeteg munkád, és oda kell állni, és csinálni kell, és minden területen úgymond meg kell állnod a helyed. Hát igyekszem, de hát szerintem sokan vagyunk ezzel így. 1985-ben ugye eljöttél a Névsporttól, de hogyha ilyen, is lehet mondani. Igen, hogy olyan nagy szerelmed volt, akkor mi volt az a történés, ami miatt váltanod kellett? Hát ez nem egy új történet, ezt én is elmeséltem már, meg erről született egy sakkönyv is. Írtam egy cikket, 86 volt egyébként, azért ennyire biztos, mert akkor zajlott a labdarúgó világbajnokság, ott kaptunk egy 6-ost az oroszoktól. Igen. És írtam egy cikket egy Utasi Tamás nevű fiatal sakkozóról, aki azzal keresett meg, hogy őt ki akarják csinálni. Mert ugye elkezdte megverni azokat a sakkozókat, akik messze előtte vannak az élő rangsorban, és ugye élő pontokat adnak a sakkozóknak ez az élő rangsor. És hát olyan emberek egzisztenciáját veszélyezteti, akikkel mondjuk Kádár János szokott sakkozni. Ugye azért legendás történetű Kádár nagy sakkozó volt, azt mondják egyébként, hogy ilyen Budapest első osztályú szintű volt, tehát hogy nem volt rossz sakkozó, de hát hagyták Kádár elvtársat nyerni időnként, a Szaksz, a Ribli, a többiek. És hát én megírtam ezt a történetet, és méghozzá úgy írtam meg, hogy megkérdeztem minden szereplőt, aki említve van a cikkben, a Sakkszövetség vezetőitől kezdve a klub vezetőig. Tehát kis keretesekben ott voltak az ő véleményeik, de hát így sem mehetett át. Nem jelent meg egyik nap, másik nap, harmadik nap, Tamás újra hívott, mikor? Hát mondom, nem tudom, le van adva, már láttam nyomdában is, ki van szedve a cikk, ugye korrektorok már látták, de nem tudom, hogy mi van bele. És mentem én is a szerkesztőhöz, hát nem merem, meg majd. Ugye ezt azért úgy kell érteni ezt a dolgot, hogy a Sakkszövetség vezetői Kádár János barátai voltak, és 56-os harcos társai. Együttműködtek a forradalom leverésében magyarul. Tehát ez egy ilyen összetartó csapat volt, és őket megkérdőjelezni, őket úgymond megtámadni, az a vörös vonal. És ez a cikk ez valójában ezt tette. Nem voltam felkelő, ellenálló és hős partizán, hanem egyszerűen azt gondoltam, hogy ez így tisztességes, hogy megírtam. Látod ennek a súlyát?
ennek a cikknek a súlyát, igen, a politikai vonzatát? Hogyne, hát azért ugye nem voltam, tehát én ott ültem Lakatos elvtárs eligazításán, ahol elmondta, hogy volt a tájékoztatási hivatal, tehát a pártbizottság sajtóosztályának a vezetője, nem megyünk a Los Angeles-i olimpiára, tehát már 24 éves voltam, de már láttam ezt azt. 24, annyi? 22. 24, mindegy, annyi. És 84-ben 22, az Utasi Tamás esetében 24. Na mindegy, nem nyújtom a végtelenség, a cikk azon a napon sem jelent meg reggel, amikor én biztosra mondtam, mert már láttam a lapot magát, az oldalt, amiben benne van a cikk. És nem találta reggel az újságosnál, amikor megvette a lapot, a cikket az újságban, és a vonat alá ugrott. Ő azt hitte, és azért ez azt mutatja, és a könyv, ami róla szól, ezt támasztotta alá a sok-sok megszólaló kapcsán is, hogy ő azért egy eléggé beszűkült tudatállapotban volt addigra. Tehát ő azt gondolta, hogy rátörnek az ellenségek, és őt gyakorlatilag meg akarják folytani a sakkozói mi voltával együtt az emberi mi voltában is. De hát azért ez egy szörnyű tragédia, akármilyen állapotban is volt, főként úgy, hogy még túl is érte. És én szörnyű állapotban, de délután, másnap bevittem neki az újságot a MÁV kórházba, ahol feküdt. Azt hiszem, a MÁV kórházba feküdt. Igen. És nem tudtam vele kommunikálni értelemszerűen. És aztán pár évvel később meg is halt. Azért vittem be az újságot, tehát hogy kerek legyen a történet, mert természetesen azután, hogy a vonat alá ugrott, már megjelenhetett a cikk. Hát ez egy ilyen világ volt. Gondolom, volt biztosíték, hogy akkor aki ezt állítja, akkor az hát nem látod, volt éppen. Hát látod, hát volt ez éppen, bolond, hát itt a biztos, persze, hát volt. Persze. Úgyhogy igen, ez egy elég súlyos teher volt sokáig az én lelkemem, mert éreztem akkor azt a felelősséget. Igen, persze. Éreztem azt a felelősséget, hogy én írtam egy cikket, és abban a hitben ringattam, hogy ez megjelenik, de közben csak abban a hitben, hogy megjelenik, abban, hogy megoldja az életét, abban nem. De azt gondolom, ez egy fontos pont ebben az ügyben. És az én sorsomat pedig úgy befolyásolta, hogy megérkezett a magyar válogatott a dicsitelen mexikói szereplésről, a sajtófőnöke a válogatottnak az én főszerkesztőm volt, Király Ferenc, aki beívott a szobájába, leüvöltötte a fejemet, elmondta, hogy most mehet a pártbizottságra miattam magyarázkodni, mi ez a szemét, és lobogtatta az újságot. És bement a pártbizottságra, és aztán két hét alatt kaptam három fegyelmit, és kirúgtak a laptól. Tehát, de ilyenekért, tehát, hogy nem adtam le a kis, ekkora színes, mínuszos hírt a Népsport jelenti rovatba. Nem is kellett aznap leadnom. Tehát, akkor ugye, az megrendezett minden, volt. Hát persze. Tehát abból lehet tudni, hogy megrendezett volt, hogy utána engem hívtak újsághoz dolgozni, amikor ez kiderült, hogy engem kirúgtak a Népsporttól, és nem tudtak fölvenni, mert nem kaptak engedélyt rá. Ugye ez akkor egy ilyen világ volt. Egy ilyen történet után továbbra is újságíró akartál lenni, vagy volt olyan pillanat, amikor elgondolkodtál, hogy fú, ez egy olyan dráma, egy olyan történet, hogy nem biztos, hogy akarom folytatni. Bajban voltam, mert nem tudtam elhelyezkedni, de szerencsém is volt egyúttal, mert egyrészt akkor én már kezdtem rádiózgatni a Magyar Rádióban, és ez egy nagyon furcsa világ volt, tehát egyrészt nem helyezkedhettem el az írott sajtóban, mert az engedély kellett, de megszólaltam a rádióban külsősként, mert ahhoz, hogy külsősként foglalkoztassanak, ahhoz nem. Nagyon fura. Úgyhogy én kezdtem igazán rádiózni, és közben elmentem egy lapkiadóhoz, kiadói szerkesztőnek. Abban nagyon jó volt a korrektori rutinom, tehát könnyen olvastam gyorsan szövegeket. Úgyhogy voltak éppen, feltaláltam magam, és hát a rádiózás az igazán komolyan így kezdődött az életemben. Tehát ezt még meg is köszönhetem a sorsnak, köszönöm Utasi Tamásnak, de hát azért az nagyon megütött az a történet. Hát az abszolút megértem, hallgató és egészen elképesztő és drámai. A rádiózásban nagyon hamar megtaláltad önmagad, vagy amikor elkezdtél rádiózni, akkor felcsillant benned, hogy hoppá, lehet, hogy akkor nem csak újságíró leszek. Tudod, ez úgy volt, hogy elmentem a budapesti Spartacus Szolnok? Talán vízilabda meccsre. És az volt a dolgom, hogy dediktáljam az összeállításokat, és elmondjam, hogy mi történt a meccsen nagyon röviden, 30 másodpercben.
Megírtam az összeállításokat. És akkor most felvesszük, jó, mi volt a meccsem? És akkor mondtam 30 másodpercet telefonba. Úgyhogy mögöttem ott álltak az újságíró kollégák, és ütögették a vállamat, hogy csinálsz már, mennünk kell. Egy telefon volt az uszodában, egy nyilvános telefon, azt használhattuk, és ott álltunk sorba előtte. Most látod magad előtt, hogy sosem csináltál ilyet? Tudod, hogy ez majd a rádióban fog lemenni. Kivívod magadnak, hogy gyorsan le kell adnom, engedjetek, engedjetek. Ez kicsoda, kérdezik egymás közt a többiek. És az ott áll mindenki mögötted, és hallgatja, hogy te hogy szerencsétlenkedsz, hogy leadod életed első tudósítását. Majd rohansz haza, hogy a Sportvilág című műsorban meghallgasd önmagad. És fogd a fejed, hogy ez borzasztó volt. Borzasztó volt? Persze. Nyilván borzasztó volt. Persze. Meg fura volt. Hát fura, amikor először hallod saját magad, az furcsa. Igen, igen. Most egyébként most már furcsa, vagy szereted visszahallgatni? Nem nagyon hallgatom vissza magam, de amikor visszahallgatom magam, tök természetes. Tehát annyira megszoktam, hogy az semmit nem jelent gyakorlatilag. De az a vicces, hogy a gyerekeimnek se. Tehát fel se kapják a fejüket, hogyha a háttérben megy a tévé, és valami promó megy, vagy valami, és jé, apa. Persze. Mert csinálja ma 20 év. Persze, hát apa. Hát hol, ahogy mondjuk, hol lenne a tévében van? Ahogy neked, ahogy édesapád mondjuk színész volt, és a színpadon volt, az volt természetes. Hát persze, persze, ott van apu, hát hol lenne. És mennyire gyorsan rázódtál bele a rádiózásban? Mikor kezdted azt érezni, hogy na ez az igazi éned, vagy az egyik éned, és ez nagyon komfortos ez a közeg? Azonnal, azonnal. Tehát a stúdiózás az, hogy ugye az elég gyorsan jött Szigeti Ferencnek, aki a Kártágó együttes gitárosa mind a mai napig, és vezetője, és minden, és akkor ő volt az egyik zenei szerkesztő a rádióban. Máig köszönöm, tehát ő volt az, aki megfogott a folyosón, hogy figyelj, ráérsz? Hát persze. Nem tudom, ki lett volna a műsorvezetője, talán Földi Otto a bemondó volt. Nem jött az Otto, bejössz műsort vezetni? Én? Persze. Na, de látod, erről beszélt, kinyílt az ajtó. Mondhattam volna azt, hogy én nem vagyok műsorvezető, mert nem voltam addig. De akkor beleugrottál ezekbe a helyzetekbe. Mint az állat, mentem, amerre lehetett. Hát persze, hát persze. És az ott engem azonnal elkapott. Ez kell szerencse is, volt. Délni is kell a szerencsével. Erről beszélek. Tehát minden egyes dolog, amit kapsz, minden bizalom, az is valahol szerencse, mert az azt kell, hogy téged megismerjenek, vagy belőled valamit kinézzenek. A Szigeti Feri ismert engem korábbról, tehát tudta, hogy én vagyok a Rónai Egon, és itt van a folyosón ez a Ipse, és na gyere, csak be gyere. De sosem hallott műsort vezetni. De kinézte belőlem, hogy ez bennem van. Így kezdődött. A Rock gyermekei című fantasztikus műsort vezette. Wow. És az egészen más, mint mondjuk a sport. Az teljesen más, de milyen érdekes, hogy rátaláltam arra a zenei énemre, ami a másik világon volt. Hát és ugye később ott a Danubius rádióban is, a zenei vonalon is mozogtál, meg neked már a Danubius rádió semmit nem volt. Nekem semmit, őszintén semmit. Mert hát én nagyjából ekkor születtem, 96-ban, úgyhogy akkor én nagyon piciként. A szüleid hallgatottak. Nekik abszolút, engem. Igen. Igen, hát a Danubius rádió az első magyar kereskedelmi rádió volt, azt sem tudtuk, mit csinálunk, de nagyon élveztük. Voltak nálunk osztrákok, mert akkor az Antenne Ausztria Magyarországról adta az adását, mert Ausztriából nem tudta. Itt meg volt szabad frekvencia, úgyhogy engedték neki, ez volt a nyugat szele. És hát tőlük rengeteget tanultunk, mert ők kereskedelmi rádiósok voltak a szó klasszikus értelmében, ahogy az akkor kinézett. Meg jött ide amerikai fickó, aki az első számítógépes zenei szerkesztőprogramot tanította nekünk, a Selektort. Hármunknak, négyünknek, Buza Sanyival ültünk ott, meg a Kajárik Andival, és hát tőle is rengeteget lehetett tanulni a kereskedelmi rádiózásról, mert ő egy öreg róka volt ebben a szakmában. Szóval így szedtük össze azt, hogy egyáltalán ez micsoda, mert korábban egy ilyen furcsa mix volt. Ugye volt a német nyelvű adás 86-88 között, kifejezetten azért, mert itt voltak a német turisták, egymással találkozni a NDK és NSK lakói, akik rokonok voltak, barátok voltak, elszakított őket az államhatár, és Budapesten meg a Balatonnál találkoztak. Nekik indult a Danubius rádió, ez volt a nagy truváj. És aztán 88-ról volt ez magyarul, és onnantól kapcsolódtam én be, tehát a Danubius első magyar nyelvű adásnapján én ott ültem a stúdióban, de nem műsorvezetőként,
Ez olyan, mint a rádióban, mint az újságnál a korrektorság. Telefonos voltam az első napon. Ott ültem a stúdió, és én vettem a telefonhívásokat. Iszonyú boldogság volt. De a hallgatóknak is, hogy magyarul szól egy olyan rádió, amit Magyarországon még sosem hallottak. Voltál program és hírigazgató az is. Az is voltam. Ez a szerepkör, ez mennyire feküdt neked, mennyire szeretted, mennyire volt más, mert az teljesen más mondjuk műsort vezetni, meg felelni az egész rádióért, vagy azért. Hát ugye a kollégáim mennyire szerették, hogy az vagyok, azt nem tudom, én élveztem. Tehát az biztos, mert valami olyanért felelni, amiben a szíved, lelked benne van, és abban a Danubiusban nekem mindenem benne volt, az azért jó is. Ráadásul ez is telefonosként kezdtem a Danubius rádióba. Jó, másnap közlekedési híreket olvastam, de hát az se a csúcsa a szakmának, lássuk be. Szóval, ha úgy veszed, ez is lépcsőről lépésre. Lépcsőről lépcsőre, igen. És hát csak odaértem a végére. Aztán 2000-ben meg eljöttem. Hát igen, és a Sport TV-hez mentél, az akkor elinduló Sport TV-hez. Ez is egy ilyen szerencsés összeállás volt, egy szerencsés lehetőség? Abszolút. Borsány Gyenes András édesapja az én kollégám volt a Népsportnál. És András kapta a lehetőséget, hogy megcsinálja a Sport TV-t. És keresett embereket, és az apja mondta neki, azt hiszem, valahogy így van a történet, ezt lehet, hogy ő tudná egész pontosan elmondani. Az apja mondta neki, hogy ott van a Rónai, hát beszél a rádióban minden áldott nap. És sportújságíró volt. Tehát miért nem őt hívod? Mert kellett neki beszélő fej. És akkor így hívott az András. Leültünk a Kinizsi utcában egy sörözőben. Elmondta, hogy mit akar, és én azt mondtam, hogy ez az. Ez az én világom. És akkor ment a Sport TV-snek. És elindult a... Tudod, hogy indult a Sport TV? Jött az aranygép Sydneyből haza. Mi pedig mentünk ki Ferihegyre, akkor még úgy hívták, leforgatni a Sport TV első adását. Amikor leszállt az aranygép, az volt az első műsor. Azt a erős indítás volt. Erős indítás volt. 2000. Hát az utolsó Sport TV is nagyon-nagyon sok lépcsőn. Hát jövőre lesz negyed százada, hogy elkezdtük. Úgyhogy remélem, hogy lesz is valami ünnepség, ahol a régieket összehívják és találkozhatunk. Hát biztos vagyok benne. Hát meg vannak régiek, akik még most is ott dolgoznak. Mondjuk, nyilván nem, talán a kezdeteknél nem tudom, hogy van-e valaki, aki még most is hogyne, ott. Fülöp Laci ott van. Hát Kapi néha előkerül, Kapi. Igen, igen, egyszer-egyszer szoktam hallani. Még ott van. És bocsánat, ha valaki nem jut eszembe, aki még ott van. Máté Pali. Igen, igen, valóban. Most talán ő a vezető, ugye? Így Sport van, TV-nél. Igen, igen, igen. És milyen volt az atmoszféra a kezdeteknél a Sport TV-nél? Mert azért, amit ott a Sport TV a 2000-es években elkezdett, nem nagyon volt például rá Magyarországon. Hát volt egy-két kísérletre, hogy legyen Hungarosport, meg ilyen néven csődbe menő vállalkozás, ki se fizették a munkatársokat, egy kicsit mindenki félt tőle, de hát emögött ott volt egy világcég egyrészt, ami hitelesített, másrészt meg rengeteg olyan próbaadás, amihez hasonlót nem nagyon láttunk. Tehát hozzánk angol szakemberek jöttek, akik kicsit tévúton jártak, azt hitték, hogy olyan Magyarországon a sportközvetítés, meg ez az egész világ, mint hogy Angliában mondjuk a Sky Sportsnál van. Hát nem. De tehát, hogy azért azt lásd meg a kedves nézők is, hogy fekete öltönyben, fehér ingben kellett mennünk kézilabda meccset közvetíteni. Ez volt a próbaadásunk. A Fülöp Lacival mentünk, meg egy Jutka nevű lányjal, ő volt az asszisztensünk, és még tartott az olimpia, sőt, akkor kezdődött, és egy felkészülési meccset játszott a Győr. Valaki ellen, mindegy is. Tök üres csarnok. Hát akkor nem volt annyira kiemelt mérkőzés. Hát nem annyira. De hát azt kellett lemodelleznünk, hogy amikor indulunk, ez hogy működik. Technikailag Budapest stúdió, táblák, közvetítőkocsi, tehát teljesen korrekt, konkrét adást csináltunk belőle, csak nem ment ki a nézők elé. De hát úgy néztünk ki, mintha esküvőre indultunk volna. Tehát nagyon viccesek voltunk. És néztek a csajok is minket a parkettről, hogy méregettek, hogy ti... Hát, az angol azt mondta, hogy így kell, és akkor nagyon röhögtek rajtunk. Hát ugye a sportban azért fekete öltönyben, fehéringben nem állsz a pálya szélén. Nem, hát maximum gálán átvenni a díjat. Esetleg, igen. Na így kezdődött, tehát az angolok egy kicsit elmérték, de egyébként fantasztikus szakemberek voltak, és úgy volt az összerakva az a dolog, hogy amikor elkezdődött, akkor hibátlanul ment.
és egy óriási élmény volt. És újat csinálni mindig jó. De hát nekem azért ez megadatott, mert volt a Danubius, az szintén tök új volt, amikor elkezdtük. Itt van a Sport TV, volt az A3 TV, ami sokak számára már nem is emlékezetes, pedig az volt az első olyan City TV, amelyik külső adásból tartotta fenn az egész napi műsorát. Tehát kint voltunk a Nyugati téren, a Skála metró teraszán, ami már ebben a formában szintén nem létezik, és hát onnan ment az egész napi adásunk, tehát bármikor be lehetett jönni hozzánk, ott volt élő zene a Nyugati tér kellős közepén, jöttek a zenekarok zenélni, tehát egy igazi mennyire élő, más most élő a Nyugati tér. Hát ugye? És hát ezek nagy élmények. Valami ilyet csinálni, az nagyon jó. Hát értéket teremteni. Igen, és csapatot csinálni, és része lenni, és valami olyat megpróbálni, amit előtte nem csináltak mások. Azt érezni, hogy most csinálsz valamit. A valami. Az nagyon jó. Sport TV-nél milyen sporteseményeket közvetítettél? Akár mint természetesen sportkommentátor, vagy mint műsorvezető? Hát műsorvezetőként leginkább focit, kommentátorként leginkább kosárlabdát. Ugye le voltak osztva a sportágak, enyém lett a kosárlabda. Örültél neki? Szeretted? Én nagyon. Nekem a Népsportnál is a kosárlabda volt a sportágam, meg a sakk és a természetjárás. Ezek hogy férnek össze, ne kérdezem. És az mindenkinek több volt a foci rovaton kívül, mindenkinek másnak. És én ezzel így nagyon jól el voltam. Tehát ott eltöltöttünk hosszú órákat Pulsanyival, Nyilasi Tibivel, Zombori Sándorral, Hajduval, ki volt ott állandóan körülöttünk, minden most nem, Hegyi Ivánnal, tehát most... Ő még mindig van. Hogyne, igen. Persze. És ennek volt egy fantasztikus hangulata. De hát megint ugyanaz, hogy az elején mindennek van hangulata, aztán amikor 10 éve csinálod, és 10 éve ülsz szombat délután 2 meccset végig, úgyhogy elején 10 perc, közepén 10 perc, végén 12 perc, és ennyi a dolog, akkor azért néha, hogyha rosszabb a meccs, akkor húzod a szádat, hogy most megint. Mert hogy egyforma. Az elején minden fantasztikus. Hát de tudod. Igen, bár mondjuk változtatni a műsor struktúrán, adásmeneten, meg hogy hogyan akarsz közvetíteni, nyilván egy sporteseménynek a közvetítésén nehéz változtatni, de mégis, hogy hogyan adod el a televízióban a terméket, hogyan vezetsz fel egy műsort, hogyan beszélgetsz mondjuk a vendégekkel róla, mert nyilván, ahogy változik a média is, vannak podcastek. Hát már nagyon más, de hát azért ne felejtsd, én 2010-ben jöttem el. Igen. De ugye 10 év alatt azért változás mondjuk a Sport TV-n azért lehetett volna, vagy lehet volt is. Hát még most is ugyanolyan a sportközvetítések eleje és a vége, nézd meg. Pontosan ugyanolyan. Tradicionális, tehát, igen. De hogyha most megnézed az RTL Pluszon a BL meccseket, pontosan ugyanaz van. Tehát az elején felvezetjük, mit tudnál csinálni mást, a szünetben megbeszéljük röviden, mert ott a reklámblokk is, a végén összefoglaló, átbeszéljük, hogy ki miért vesztett, nyert, ki volt a hülye az két edző közül, és elköszönünk. Tehát, hogy igazán ebben nincs mozgás, tényleg nem tudsz csodát tenni, és a világ valamennyi televíziója ugyanígy működik. Igen, hát maximum a stílus, hogy hogyan igen, adod elő. Igen, az meg belülünk jön. Igen. Vagy hogy milyen portfóliót akar mondjuk meghatározni, milyen arculatot maga a csatorna, mit enged, mit nem enged. Igen, ez így van, bár ezek azért általában pont azért, mert hogy eléggé zárt rendszerek elég keveset engednek mozgásteret, azt hozzá kell tenni. Tehát, hogy ott van a tábla, azt meg kell mutatni, ott van a hanyadik helyen áll a csapat, meg kell mutatni. Tehát végigmész a rendszeren, abban nagyon kevés mozgástér van. És ugye 2011-ben jött az AOTV, a politika és a közéleti műsorok. Azért mondhatjuk azt, hogy a sport az felkészítette a politikai műsorokra is, mert rengeteg érzelem van a sportban, vagy a szurkolókban, vagy nagyon-nagyon sokat kritizálnak egy-egy kommentátor, hogy műsorvezető, hogy ő ennek szurkol, ő annak szurkol. Hát politikában ugyanez. Pontosan. Meg ez nem véletlen, nagyon sok sportújságíró kollégám keveredett át a politika világába. És ugye ez látszólag teljesen más világ, de sportot nem tudsz közvetíteni úgy, hogy a fejedben nincsen egy csomó minden. Tehát nem lehet papírról olvasni mindent. Nem lehet papírról olvasni a neveket végig egy meccsen keresztül, mert lemaradsz a meccsről magáról. Tehát az elején az ember párszor rápillant, hogy tényleg a 8-as, az most ki is? De a 20. percben még mindig a 8-as keresed a papírodon, akkor hagyd abba a szakmát. Tehát, hogy ez,
Ez azt a fajta rutint, hogy memoriterből dolgozol, tehát rögzült az agyadban, és abból hívod elő az adatokat, az információkat, a mondatokat, az idézeteket, a neveket. Ebből a szempontból fantasztikus iskola. A tempó is. Ugye sportriporterként nem lehetsz lassú. Ott nem lehet ez ilyen nincs. A politikában sincs, mert ott meg állandóan tempót kell diktálnod, mert minden műsor rövidebb, mint amennyit a politikus akar. Minden műsor mindig rövidebb. Tehát 15 percet beszélne, de 6-ot kap. És a hetedikben még mindig a gázt nyomod, hogy valahogy legyen vége, mondd már ki. És ahhoz kérdezni kell, menni kell. Ezt sokszor egyébként a szemünkre állják a kedves nézők, hogy miért nem hagyjuk, hogy befejezze a mondatot. Miért vágunk állandóan közbe? Hát azért, mert ha nem vágnánk közbe, parlamenti felszólalás lenne minden egyes interjú. Még elmondaná, amit ő szeretne, komfortosan, és akkor nagyjából az lenne. Kérdés, tehát hogy erre nincs idő, és azt gondolom nem is ez az a műfaj. Hát tehát menni erre kell, van a podcast kell. Egyébként, vagy az internetes. Igen, de a podcastben is úgy van, hogy ha jól csinálod, akkor tempó van. Nem van lüktetésben. Tehát igen. Azt, hogy 2,5 órán keresztül ne történjen semmi, arra senkinek nincs ma ideje. Igen, podcastben persze. Sem. Inkább ott arra gondoltam, hogy ha a vendég nagyon érdekes, és kifejti, akkor meg kell adni a tiszteletet, és nem kell közbeszólni. Ez így van. Meg az is úgy van, hogyha nagyon érdekes, bármeddig meghallgatod, megnézed. Ez is igaz. Tehát legyen olyan, és akkor vannak rá óráid, de azt neked, akit csinálod a podcastet, hát ezt te tudod, hiszen ez a műfaj, ezt neked kézben kell tartanod. Tehát, hogy ha elengeded és hagyod, hogy szárnyaljon, az életben soha senki nem fogja végignézni. Igen, igen. Hát nyilván fel kell tartani az izgalmat, meg valamilyen mederbe kell terelni, meg nyilván van benne spontanitás is, meg van benne tervezett rész is, de hát ugyanígy ezekben a műsorokban is, amit vezetsz, vagy a portré műsorokban, vagy szintén podcastekben, de akkor mennyire nehéz megbirkózni ezzel a világgal, mert nyilván rengeteg kommentet kaptál akár, mint sportkommentátor is, de nagyon sok kommentet kapsz azok a műsorok miatt, amikben politikával foglalkozol, ezt mindig jól tudtad kezelni? Vagy szerintem megtanultad igen. Már régebben kezelni ezt, és most már ezek így lepattognak? Volt egy kolléganőm a Sport TV-ben, ő rendszeresen sírdogált a kommentek miatt. Ugye volt egy ilyen szurkolói zóna az Index komment szekciójában, még most is működik, és hát ott boldog. Ami most megy a Facebookon bárkivel és bármivel kapcsolatban, az ott újszerű volt még. Név nélkül, arc nélkül. Pontosan. Kapunk egy álnevet, mit tudom én, Ödönke 2018, és akkor alatta a legutolsó mocskolódást arról, hogy mennyire tehetségtelen, idióta, agyatlan barom vagy. És ő ezt rendszeresen a lelkére vette, mert hogy ő egy felkészülős, mindent megpróbálok típusú kolléganő volt, és ehhez képest kapta ezt rendszeresen. A rosszabb eset volt, amikor szexuális tartalmú mocskokat küldtek neki, de ezt talán jobban viselte. És én mindig mondtam neki, hogy ne is olvasd el. Tehát ha látod, hogy úgy kezdődik, hogy ez a... akkor rögtön nem kell, menj tovább. Nem, teljesen mindegy, hogy mivel mocskolnak, mert úgysem leszel tőle jobb. Bármit csinálna... nem fogadná el. A jó kritika, tehát az értelmes kritika, az épít, az engem is épít, az mindannyiunkat épít. A mocskolódás, az teljesen lepereg, annak semmi értelme. Mert abban csak gyűlölet van. Ez igen. Pontosan így van. A saját indulatai vannak benne, és nem feltétlenül irántam. Tehát az a legérdekesebb ebben, hogy azt érdemes megtanulnunk, hogy nekünk azért kell ezt elviselnünk, mert nem rólunk szól. Tehát lehet, hogy én vagyok az, aki kiváltok valamit, de a saját életének a problémáit önti rám, akkor, amikor a gyűlöletét önti rám. Tehát ő valószínűleg nem azt utálja, hogy én vagyok, hanem azt utálja, ahogyan ő van a saját bőrében. Hát igen, és ez a szakma, hogy kirakatban van az ember. Persze, és... nekünk, mi vagyunk a bogzsák. Be kell menni, és lehet ütni. Volt olyan kritika, komment akár, ami megütött, megfogott? Vagy mindig leperget? A megütős fajta az, ami a családomat érinti. De ott az eset, amikor azonnal tiltok, meg kell, hogy mondjam. Tehát nekem van most 76-77 ezer követőm, és tisztelet nekik, becsület értem, mert hogy ez, amit csinálok, az megosztó, én tudom, sok szempontból, és jönnek velem. Tök jó. Köszönöm. De
ők azok, akik ezt nem engedik meg maguknak. Ugye két dolog van, amit nem. Az egyik az az, hogyha bárkiről olyat írnak, ami az emberségét megkérdőjelezi. Tehát nem patkányozunk, meg nem írunk ilyet egy másik emberről, mert ember. Abszolút. A másik, meg a családom. Tehát volt olyan, amikor tudom, merre laksz, és vigyázz a gyerekeidre. És az megütött. Azt megmondom, ahogy van. Persze tiltottam, más a kollégám azt mondta, hogy miért nem a rendőrséghez fordulok, azt gondoltam, hogy na, hát az meg a másik véglet. Tehát vagy nem tudom, foglalkozik-e ilyen kommentekkel, vagy hozzászólásokkal. Foglalkoznak, a rendőrség. Igen? Foglalkoznak, hogy ne, ez fenyegetés, persze. Tehát ez elméletileg börtönbüntetéssel járó fenyegetés. Pedig egészen elképesztő, hogy mennyi ilyen komment van. Rengeteg. Ilyen talán kevesebb, tehát ez nagyon szélsőséges helyzet kellett. Volt egy-kettő az életemben, ami ilyen szélsőséges volt az újságírói pályámon. Se baj. Olvasol még kommenteket, vagy már nem? Én olvasok kommenteket, mert én beszélgetek a követőimmel. Tehát én rendszeresen válaszolgatok nekik, nem mondom, hogy minden nap órákat töltök vele, de igyekszem minden nap kirakni valami posztot, vagy egy műsorral kapcsolatban, vagy valami videót, vagy valamit, amit én érdekesnek, fontosnak személyesen találok. Személyesen te kezeled akkor az oldalad? Én abszolút én. És én szoktam velük beszélgetni, persze. Én ezt szeretem, azt gondolom, hogy ennyivel azoknak, akik veszik a fáradtságot, hogy az oldalamat kövessék, és mondjuk odaírjanak valamit, pozitívat, vagy véleményt, vagy egymással vitatkoznak normális hangnemben, ők ennyit megérdemelnek. Akkor szoktam kiakadni, amikor odaírom, hogy szép, valaki odaírja alá, hogy szerintem nem, és akkor jön a harmadik, aki odaírja, hogy rohadj meg. Mert hogy miért? Hát miért nem gondolhatja azt, hogy szerintem nem szép? Hát igen, miért ne lehetne különböző véleményük? Persze, miért kell azonnal ilyen indulatos, durva szavakat használni? De hát ilyen lett az internet. Sajnos igen, meg az a baj, hogy mindenki azt akarja, hogy igaza legyen, pedig nagyon ritka az, amikor valakinek igaza van, mert általában az éremnek két oldala van, és akkor 67%-ban az egyik félnek igaza, 33%-ban a másik félnek igaza, meg nem is mindig az a cél, hogy meggyőzzük a másikat, hanem én sem mondom az érveimet, a gondolatomat, a világnézetemet ő is, és nyilván amit akar, az átvesz belőle, hát de joga van, hogy látnia. Hát persze, hát hogy jön ez ide? Hát szerintem nem szép, jó. Mikor van erre időd, hogy még válaszolgatsz is embereknek, van öt gyermeked, feleséged, rengeteg műsort vezetsz, néha vendégeskedsz is. Zsani szokott kiakadni ezen, hogy most miért kell? Hát mondom, ugyanezt szoktam mondani, mert hogy ennyivel tartozom nekik. De igen, hát ez időigényes valóban. De akkor hát ez egy nagyon komoly logisztika. És hát akkor vannak olyan dolgok, hogy én megszállottan járok színházba, olvasom a könyveket, kapok egy csomót, hála Istennek, köszönöm. Szóval, hogy igen, tehát egy keveset alszom. Hány órát, azt csak kérdeztetem. Kíváncsi vagyok. Hát ilyen 5-6-ot. És elég? Nem. Te egy televízión is szerepelsz. Nem elég. Hát most nézd rám, nekem. Szóval, hogy nem elég, de az úgy szokott lenni, hogy ilyen 5-6 napig ezt bírom, és akkor a 7. napon alszom reggel 9-ig, és kész. Bepótoltam mindent, mehetünk tovább. Nagyon ismerős. De akkor úgy tűnik, ezt lehet egész sokáig így bírni. Hát remélem, még igyekszem, tehát még sokáig bírnám. Igen, csak hogy 24 évesen bírja ezt az ember, és akkor később hogyan, bár azért tényleg elnézve a szüleimet is, vagy akár egy idősebb generációt, hogy az élet nem lassul le, csak több lesz a feladat, és több helyen kell megállni az embernek a helyét, és egyre, hát, ha egyre hiszed, több mindent meg lesz tud csinálni. Nem, azt nem mondom, csak hogy mindig mondják, hogy a fiatalon az ember mindent bír, csak hát szerintem fiatalon kevesebb dolgot kell bírnunk, mint idősebb generációnak. Másképp bírsz mindent, tehát fiatalon bírsz 3 napot bulizni. Én most 3 napot buliznék, 1 hétig nem tudnék dolgozni. Hát csak az elértéket nem teremtettél. Ez egy más kérdés. Te azt mondtad, hogy értéket bírni bírsz, hanem hogy bírod. Hát bírod. Persze, jó, hogy bírod. Igaz. Nézd, az megváltozik, az egészen biztos, és ez így van. Tehát a korral az változik, hogy mi az, amit mersz vállalni. Tehát az, hogy elmenni éjszakába bulizni, azt az ember nem vállalja akkor, amikor tudja, hogy másnap adás van, mert tudja, hogy másképp regenerálódik a szervezete. Az, hogy én este 11-kor, éjfélkor alszom el, és reggel kelni kell, mert a gyerekeket vinni kell iskolába, mert elindul a nap, mert reggel egyeztetünk a szerkesztővel, tehát nem lehet az, hogy én 9-kor, 10-kor még alszom hétköznap. Ez
tök természetes, ezt így lehet bírni, de ha ebben történik valami olyan, ami ezt felborítja, akkor nehéz. Mert ez már a kor, tehát ez változik, hogy 20 évesen, hát emlékszem, nekünk volt olyan, hogy 3 napos házi buli volt nálunk. Anyám még ki voltak akadva, nem jöhettek haza. De, és én közben onnan bejártam dolgozni a Népsportba. Tehát, hogy, és a többiek meg ott el volt. Ezt ma nem merném, mert hogy tudom, hogy vége. De hát ki akarna ma velem 3 napos házi buliban lenni? Ez meg a másik. Hát ők biztos nem. Ugye nekem van 2 nagy, 23 meg 22 évesek, a nagyfiaim. Hát nem hívnak bulizni. Milyen érdekes. Hát valahol ez természetes. Ugye? Is talán. Így van. És egyébként hát akkor mennyi időt jutott egy gyerekekre? Tényleg nagyon-nagyon sűrű az időbeosztás, de amikor a gyerekekkel vagy, akkor tudsz 100%-ig gyerekekkel lenni, hogy otthon hagyod a kizárod a politikát, nem viszed haza a politikát, nem viszed haza a munkát, vagy időnként az-e hazaviszed? Ez úgy van, hogy ezt nem hagyod abba soha, ez a baj. Az, hogy csinálok egy Egyenes Beszéd című műsort, ami nettó politika, még akkor is, ha nem mindenki politikus a műsorban, abból az következik, hogy én nekem mindent olvasnom kell. Tehát én reggel elkezdem, és estig olvasok. Hírek, infók. Akkor igazából 0-24-be készülsz. Hát amikor elmegy nyaralni az ember, akkor is. Tehát az nem azt jelenti, hogy én nem fekszem a tengerparton, vagy nem megyek el felfedezni a belvárost, hanem azt jelenti, hogy nincs olyan nap, hogy ne nézném át, hogy mi történik. Mit mondott ez, mit mondott az, mennyi az árfolyam, hogy változtak a gazdasági mutatók, ezeket tudni kell. Mert hogyha hazajövök is, akkor akarom pótolni, az olyan, mint egy vizsgára készülnék, kezdem előről, és az úgy nem megy. Az, ugye, amit mondtam, fejben van. Tehát ha megkérdezed a Hajdubé Pistit, hogy ő megengedi-e magának, hogy kihagyjon 2 angol fordulót, hogy megnézze az eredményeket, majd pótolom, biztos, hogy nem. Menni kell folyamatosan. Hát ez egy életmód, igen. Ez egy életforma. Ez igen. Így van. Hát ugyanúgy nálunk is a sportnál nem nagyon tudok elképzelni, mert, hogy aznap ne nézném meg az adott 5-6-7 sportágnak a híreit, eseményeit, meghallgassak ebből innen-onnan podcastből részleteket, megnézzek innen-onnan videót, hogy minden. Hát más nem a gól összefoglalót megnézed, hogy tudsz, hogy tényleg ilyen gól, James ilyet lőtte, vagy sem. Igen, igen, meg hogy akkor ha tudom, hogy ez a sportág lesz a héten a tribünben, akkor biztos, hogy azt a mérkőzést, azokat a mérkőzéseket, azt a Forma 1 futamot nézem, mert muszáj, mert képben kell lenni. Hát ez ennyi. Ezt vállaljuk. Tehát mi egy olyan szakmát űzünk, ami fantasztikus. Szabad, most nem politikai értelemben fogalmazom ezt meg, hanem hogy az életformád egy sokkal nyitottabb életforma. Nem kell bejárnom reggel 8-ra, és nem kell bennülnöm egy irodában délután 5-ig. Ennek az az ára, hogy reggel 8-tól este 10-ig pontosan tudom, hogy mi van körülöttem, figyelem, készenlétben vagyok, bármi történik, ugrásra kész vagyok. Ezt vállaljuk ezzel. Ez szerintem egy olyan ár, amit meg kell fizetni ezért a szakmáért. De ez nem nekem nehéz, hanem amit kérdeztél, ez a családnak. Igen, mert hogy ez mindig ott van a fejedben, hogy mindig gondolkodsz valami, vagy otthon, vagyis akár a műsoron gondolkodsz, vagy mit lehetne még jobban csinálni, mit lehetne máshogy csinálni. Ez történt, akkor nyilván elkezdesz rajta agyalni, vagy kérdéseken. És hogy, de hogy ott van a gyerek, akkor teljesen oda kéne figyelni, hogy az hogyan oldod meg engem, ez érdekel később. Ezt így lehet, ezt majd megtanulod te is, mert ezt nekünk meg kell tanulnunk. Tehát 2 dolgot tudok ehhez hozzátenni. Az egyik az, hogy verekednek a gyerekeim a nappaliban, és nekem a nappali sarkában van az íróasztalom, és szól a másik szobából a feleségem, hogy nem hallod, hogy verik egymást? Ja, de észre se vettem. Ugye ez az egyik. Mennyit kaptam én otthon ezért, hogy álomvilágban élek, pedig igazából csak 5 dolgon gondolkodik hát egyszerre az persze. Ember. Persze, észre se vettem, mert verik egymást, majd abba hagyják. A másik meg, hogy ha viszont oda kell ülni, akkor ott kell lenni. Tehát, hogy abban meg nincs appelláta, hogy ha a gyerek mellett kell lenned, akkor legyél ott teljesen, valóban. De különben szerintem nem kell rátelepedni a gyerekre. Tehát én saját magamból indulok ki, hogy amikor én gyerek voltam, én arra emlékszem, nekem elég volt, hogy otthon vannak anyáik. Én nem akartam többet feltétlenül. Az a biztonság, hogy együtt vagyunk, hogy ott van a család körülöttünk.
nem kell állandóan apának ott lenni és mindenbe beleszólnia. Meg hogy állandóan program legyen és körül legyen ugrálva a gyerek. Nem kell kontrollálni. Tehát fel fog nőni. Elég, ha látja azt, hogy te dolgozol, hogy tisztességes vagy, hogy hogy állsz a munkához, hogy állsz a családhoz, hogy állsz az érzelmekhez, milyen mintákat adsz különböző típusú dolgokban. Szerintem ez sokkal fontosabb, mint állandóan a nyakán lógni. Akkor igazából egy példakép, meg mentor, utána meg nyilván elején van tekintély, utána meg tanácsadás, gondolom. Hát a kérik. Jó lenne, ha így lenne. Ugye a két nagy elkezdett vállalkozni. Együtt. Ugasz bölcs egyébként. Dehogy bölcs. Ha valakivel nem vállalkoznék, a legjobb barátom a meg a testvérem. Isten ilyen ölik egymást. Nagyon jó. De most már kezd kiegyensúlyozódni. Ugye ez az kell, hogy az egyik elfogadja a másikat főnöknek fölött, maga fölött. Másképp ez nem megy. Testvéreknél van ilyen? Van, másképp nem lehet. Tehát együtt nem lehet. Tehát valaki mindig valamiben kell, hogy döntsön. A vállalkozásban nyilván. Csak hogy testvérek nagyon nehezen fogadják el a másikat. Gergő bölcs, és elfogadta azt, hogy a Bálint a vezérőrük kettejük közül, mert így van egyébként valóban. Tehát ő a vezető típus, a Gergő meg az, aki okosan megcsinálja. És hát az elején próbáltam segíteni, meg tanácsot adni, mert az elején még kérték, és most látom azt, és ez így van jól, hogy hogyan nem kell már. Lehet, hogy tudnék, meg lehet, hogy tudnék segíteni, de ha nem kérdezi, ha nem akarja, akkor én nem fogok jelentkezni. És figyelj, én azt gondolom, hogy ez hülyeség, ezt ne csináld. Ez nem jó út. Vagy hogy arra felé menj, mert én arra látom a fényt. Hát majd megtanulja, hogy merre van a fény. Előbb-utóbb, ha sötétben megy, koppanni fog. Hát mindenkinek kell a saját tanuló. Persze, persze. Tehát, és ezt gondolom a kisebbekre is, hogy nem kell mindenbe beleavatkozni. Az a fontos, hogy lássa, hogy otthon vagyunk, és visszatérve erre, amit kérdeztél igazából, én azt hiszem, hogy az, hogy sokkal többet tudok otthon lenni, készülve, dolgozva, de otthon, mint jó sok családban rengeteg apa és anya, akik másodállás, ide rohannak, oda rohannak, este hétkor még pakol az Aldiban, de reggel fél nyolcra vitte be a gyereket az iskolába. Tehát hogy azért ezt látom, hogy ezek nagyon kemény sorsok. Igen. A gyereknek is, mert hogy nincsenek vele. Én otthon vagyok sokszor. Tehát amikor például a Györgyi csinálja az egyenes beszédet, Szőlősi Györgyi az én kolléganőm, de hát ezt tudod, akkor ugye az van, hogy én esténként otthon vagyok jobbára. Nem mindig, de jobbára. Ha van valami, na jó, mindegy. Szóval általában otthon vagyok. És hát szerintem az, hogy a fele időben apa otthon van este, a másik felében meg este dolgozik, de tudom, hogy hol van. De akkor ő visz el reggel biztos iskolába. Tehát szerintem ez így egy egyensúly. Igen. Lőv Zsolttal beszélgettünk pár héttel ezelőtt, és neki is nagyon-nagyon kevés ideje van, mert a Chelsea-nél volt edző, Bayern München-nél volt edző, és nyilván egy másod edzőnek lenni a klubnál, hát rengeteg időt elvisz. De az, amit oda tudod szentelni, azt a kevés időt, az folyamatosan oda szentelte a gyerekeknek, és igyekezett az életük része lenni, meg jó apa lenni, meg figyelni arra, hogy milyen emberek lesznek, és amikor már mondjuk volt egy hónap, amikor úgy alakult, hogy állandóan otthon volt, mert nem volt éppen klubjuk, akkor már mondták is a gyerekek, hogy ez most már sok. Menjél már valahova. Igen. Eddig is tökéletes volt, amennyit itt voltál. Ez fura, igen. Tehát nekem azért ilyen nem volt szerencsére, mert nem volt, de volt egyszer olyan, hogy kötelező módon az én vezérigazgató németes Szilárd elküldött szabadságra, ez mikor volt 2 éve, azt hiszem, hogy egy hónap szabadságra elküldött, hogy annyit dolgoztál, hogy elmész egy hónapra. Volt rá szükség? Egyébként azt gondolom, igen, bár fura volt. És nekem is mennyire szokatlan volt. Tehát az 1-2 hét, azt úgy jól. És a végén már nagyon vakaróztam. Tehát, hogy menni kéne, meg csinálni kéne, meg akkor most fel kéne hívni, ki lesz a következő húzós, akkor mondta Zsani, de figyelj, a következő 3 húzóst már leszerveztük. Mit akarsz még? Ne szervezd már semmit. Tehát, hogy az ember azt érzi egy idő után, hogy fölösleges, hogy nem csinál semmit, hogy nincs értelme a dolognak, mert hozzászoktál egy tempóhoz. És akik körülötted élnek, ők is hozzászoktak a te tempódhoz. Tehát tudják azt, hogy milyen ritmusban élsz, és hogyha az megváltozik,
akkor te olyan fura vagy. Jó az, mert egy kicsit együtt vagyunk apával, meg többet kártyáztunk, meg többet társasoztunk, többet fociztunk, többet, de igen, a negyedik hét az már ilyen, na. De szerintem ez egy nagyon jó dolog, vagy egy természetes dolog az ember, hogyha megfelelő módon gondolkodik, mert mindenki kapott egy tehetséget, egy talentumot, és szerintem ezt azért kapta az ember ezeket a lehetőségeket, ami kell élnünk, hogy azt a tehetséget, talentumot visszaadjuk a környezetünknek, odaadjuk az embereknek, és én elmegyek egy hónapra, vagy nem csinálok egy hónapig semmit, akkor azt érzi az ember, hogy amit kapott, azt nem adom oda, hogy megtartom magamnak, és van egy ilyen belső rossz feszültség. De ezt tudod, miért van? Mert te szereted, amit csinálsz. Ez igaz. Néha besokkal az ember, meg a világtól, persze, meg hogy amilyen a világ, és elmennék világgá, és nem tudom, rákász lennék a tengeren. De azért nem fogom soha megcsinálni, mert rosszul, hogy bűntudatom lenne, de fájna az, hogy amit tudok adni, azt nem adom oda. Rákász lennék, persze. Vujis Vitko, kiváló barátom, elment Hawaii-ra lakni. Ott dolgozott a felesége. És hát állandóan azzal traktált minket, hogy, és ez valóban így volt, hogy ott önkéntesek, és ő is az egyik önkéntes volt, vigyáztak a teknősökre, akik kijönnek a tengerből, lerakják a tojásokat, visszamennek a tengerbe, és ugye vigyázni kell rájuk. És ez konkrétan úgy van, hogy ott ülsz a tengerparton, és vigyázol a teknősökre. És hát ő nagyon büszke volt. És posztolt, és videót küldött. Hát így már kevésbé szép. És baromi jól érezte magát attól, hogy ő teknőc felügyelő. Hát egyébként kipróbálom. Ugye? Igen. Milyen érdekes, hogy az amerikai elnökválasztás éjszakáját már itt Budapesten a stúdióban töltötte. Hát, már amerikai állampolgárként azt hozzá kell tennem, mert az lett időközben, de azért, amikor helyzet van, milyen érdekes, hogy nem a teknősökre vigyáz. Ez igaz. Szóval azért ez a rákászkodás is egy kicsikét ilyen, hogy persze elmennék én egy lakatlan szigetre egy kicsikét nézelődni a világ. Mit nézel? Hát az első nap megunnád. Valószínűleg igen. De szerintem azért érdekes, hogy én időre van egyébként időt, hogy tényleg rengeteg mindent csinálsz, és mellette család is van, hogy átgondold az életet, vagy mit, hogyan döntöttél, vagy ki is vagyok, hova tartok, hogy... Vagy ez inkább ez ilyen 10-20 évesen van meg benne az emberben, mert tényleg nagyon rohanó világot élünk, meg haza is viszed a munkát, és folyamatosan esemény van, és gondolkodsz, de lehet, hogy néha bennem ez fogalmazódik meg, hogy azért kéne letenni a dolgokat, hogy legyen időm átgondolni az életet, hogy utána mit, hogyan döntök, majd a jövőben, meg hogy eddig mit, hogyan döntöttem. Régen eljártam bringázni ebből a célból. Aztán elkezdtem Xboxozni. Xboxozni? Az remek kikapcsolódás. Mivel szoktál játszani? Hát természetesen a legtöbbet FIFA-val. Akkor most sok szeretettel meghívlak ide a tribünbe FIFA-zni, hogyha van kedved hozzá. Oké, egyszer jövök. És aztán rájöttem arra, hogy ez voltak éppen a legjobb. Mert hogy például csomószor az van, és már a feleségem tudja, először nem értette ezt a hülyeséget, hogy miért ülsz Xbox előtt, tehát hagyjad már abba. És aztán rájött szerintem ő is arra, hogy olyankor nekem jár az agyam. Tehát erre azért olyan nagyon koncentrálni nem kell, főleg, hogyha nem a barátod ellen játszol, akit veszem. Akkor nagyon presztízs, hát előre az más, kell dőlni. Hát az más, hát az harc. Az egy másik küzdelem. De most menedzser módban meg ilyen hülyeségek, hát most nem mindegy. Persze. 2-0 vagy 3-0 ki nem tolja le. És akkor jár az ember agya. Kitalálom, hogy hogy indítok egy beszélgetést, hogy mire vagyok kíváncsi a vendégnél. És ezek erre hibátlanok, de arra, amit kérdeztél, arra meg az önismereti tréningre, arra azt gondolom, hogy azok az esték a jók, amikor már csend van. Akkor otthon már csend van. Tehát hazaérek mondjuk este az adás után, és akkor éjfélkor mindenki alszik, hát a gyerekek 10-kor bőven, a feleségem is alszik, és akkor az ember úgy el van magában, és gondolkozik. Erre használom ezeket az alvás előtti utolsó perceket. Van még olyan a pályafutásodban, amit szeretnél megélni, van még következő célterv, amit még úgy mindenképpen ki szeretnél pipálni? Vagy azt mondod, hogy így is már egy teljes, egy csodálatos pályafutás. Hát lennék az ATV barcelonai tudósítója, mert akkor járhatnék Barcelona meccsre. Komolyra fordítva. Hát nézd. Elvállalnád, ha lenne ilyen lehetőség? Simán. Hát simán, ne viccel. Simán. Ez egy olyan dolog, hogy nekem mindig elém sodorta ezeket a nagy kihívásokat az élet, és én ezt rábíznám ezután is. De hát itt vagyok 14. éve,
az ATV-ben. Soha nem voltam ilyen sokáig sehol. És nézd meg, valami belement a szemembe. És nem is akarnék olyan nagyon menni, mert hogy szerintem el vagyunk, de sokkal több kultúrát csinálnék, bár van rádióban egy kultúra című műsorom, ami mindennapi kultúra, tehát minden nap egy óra, azt én nagyon élvezem. Mert én azt gondolom, hogy amellett, hogy az egyenes beszédet nagyon a magaménak gondolom, és remélem, hogy mások is, de sokkal több kultúra kéne az embereknek, és sokkal kevesebb politika. A politika rengeteg indulatot hoz. Hát én Puzsér Robertot is kérdeztem, hogy miért nem csak kultúrával foglalkozik, mert szerintem a politika valamennyire azért megrágja az embert. És mit mondott a Robi? Azt mondta, hogy felelősség, hogy szerinte fontos az, hogy egy ország ne egy pólusa legyen, nem több pólus, és minél több vélemény elhangozzon, hogy a demokrácia éljen. Abszolút, és hogyha ő nem hangoztatja el a véleményét, vagy egy másik van egy nagyon profi oldal, és van egy oldal, ami kicsi szétesőben van. És nyilván most kezd újjá alakulni, de hogy kevés minőségi felszólaló van ott, és ő elhalkul, akkor az a mindenki rosszul jár. És ez felelősség, azt mondta. Pedig az élete boldogabb és könnyebb lenne politika nélkül. Picit másképp látom, de abban teljesen igazat adok a Robinak, hogy van egy közéleti felelősségünk. Hogy az politikai-e minden esetben, abban én nem vagyok biztos. Közéleti felelősségünk van. Mi mellé tesszük a voksot, hogy múltkor valaki írta nekem, ahányszor elmegyünk, nem mindig, de a legtöbbször Zsanival színházban, akkor kirakunk egy fotót, hogy ott ülünk, és mindig leírom, hogy mi az előadás, ki rendezte, ki a főszereplője, melyik színházban vagyunk. És valaki odaírta, jó szándékú, milyen jó, hogy ennyi pénzünk van, és ennyi szabad időnk. És miért kell ezeket megosztani, ez magánügy. És válaszoltam neki, hogy egyrészt ez nem pénzkérdés elsősorban, hála Istennek, igen. Mert hogy sok embernek igen, azt tudom, nagyon drágák a jegyek. De ha én megengedhetem magamnak, akkor viszont szeretném azt is megengedni magamnak, hogy megmutassam, hogy szerintem hova érdemes színházba menni. Mit érdemes megnézni. Mi szól a máról, mi szól nekünk, mi fontos. És ez is egyfajta közéleti példa. De rengeteg féle lehet. Ez nyilván azért is közéleti példa, mert én élvezem. Tehát, hogy ez egy önző igen. Közéleti példa. Én színházban nőttem fel, tehát nekem a színház az olyan, mintha hazamennék, imádom. De közben meg szerintem sokkal több színház kéne az embereknek. De már az is valami, ha tudnak róla, hogy van egy olyan előadás, ami erről szól, és ő rendezte, és ő játsza. És majd egyszer talán mondjuk az interneten szembe jön az az előadás a YouTube-on, és akkor meg lehet nézni. Azért mondom, hogy több kultúra kéne, mert a kultúra az, ami megemel. Az acsarkodás meg levisz. És szerintem nincs olyan ember, aki a sárban szeretne ülni, ha fönt ülhetne egy fa tetején, és láthatná a tájat. Hát igen, és a politikában nagyon-nagyon sok sárdobálásom, meg hát sajnos a médiában is, akár itt a celeb világban, vagy az ilyen típusú tartalmakban is. Hát mitől lenne más? Mitől lenne jobb, mint a környezetünk? Mi volt előbb, tudod, a tyúktojás? Tehát a média lett ilyen, vagy az emberek váltják ki a médiából azt, hogy szolgálja ki őket, és lett ezáltal ilyen, ez nehéz eldönteni. Hát igen, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribünben, és beszélgethetünk. Egyet, és akkor kívánom, hogy akkor vagy a Barcelona mérkőzést tudják tudósítani helyszínről, vagy hogy ennyire jó legyen a Barcelona az idei szezonban. Hát remélem, az utóbbit azt remélem, az első az jó lenne, de ez nem valószínű. De hajrá Barca, persze, meg hajrá MTK. Sok sikert kívánok, köszönöm. Nekik. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok!